Az elmúlt években népszerűvé vált a csapatok körében a nyírbátori műfűves felkészülési torna, ahol szervezett keretek között hasonló erőségű ellenfelekkel szemben hangolhattak a tavaszi rajtra megyé első és másodosztályú együttesek. Idén a korábbinál kisebb létszámú lesz majd a mezőny szerettük volna két helyszínen rendezni, de sajnos ez megint nem jött össze. Nagyon bízunk benne, hogy a következő évben majd fog úgy fejlődni az infrastruktúránk, hogy majd meg tudjuk ezt oldani. Így maradtunk a nyírbátori helyszínen, egyébként amitől tökéletes szokott lenni, viszont így vissza kellett venni a nevező csapatok létszámát, és végül 15 csapatba határoztuk meg. Az első 15 jelentkező csapatot tudtuk fogadni. Ezeket a csapatokat három ötös csoportba soroltuk, és amire még odafigyeltünk, az az, hogy ne kezdődjön túl hamar a torna. Ugye volt, amikor a január 10 -e már jár játszottak a csapatok, és sokszor edzés nélkül vagy egy edzésre a lábukba érkeztek oda a játékosok, és tényleg most teljes mértékben a csapatok felkészülését szolgálja ez a nagypályás műfős torna, hiszen január 29-e lesz az első játéknap, és ugye a megye egyes csapatok jelentős része jövő héten már elkezdi a munkát, sőt akad, aki ezen a héten már edzésben áll, tehát egy két-három hetes munka után pont jókor, jó időben, nem a fizikai felkészülés kellős közepén kell majd mérkőzéseket játszani Irvátorba. A korábbi években megszokotthoz képest változik a lebonyolítás módja is. Nem lesznek helyosztó és rájátszás mérkőzések, ez azt jelenti, hogy csak csoportmérkőzéseket rendezünk, és éppen ezért úgy osztottuk be a csapatokat, hogy az őszi bajnoki tabella alapján, tehát a 7 megyegyes csapat jelentkezett, és a legjobb 5 egyes csapatot raktuk egy csoportba, a másik két egyes csapat került a megye 2-be él bolyhoz tartozó együttesek mellé, gondolok itt egy kótajra, egy vásáros például, és a harmadik csoportba került 4 megye 2-es csapat, illetve a rendező Nyírbátor FC második számú csapata, aki egyedüli megye 3-as csapatként indul, megye 3-as egyesületként vesz részt ezen a rendezvényen. 245 perces mérkőzések lesznek, tehát nem 80, hanem 90 perces meccsek, ez is változás, és minden csapat négy mérkőzést játszik. Annyi, hogy nem lesz, hogy ki az első, ki a második, ki a harmadik, de szerintem ez egyáltalán nem fontos, hiszen a lényeg az, hogy megfelelően fel tudjanak készülni a tavaszi folytatásra az együttesek. A torna január 29-én pénteken a szakói fehérgyalma találkozóval rajtól, azt követően szombati, vasárnapi és szerdai játéknapokon lépnek majd pályára a csapatok.